Sziasztok, ma tökmakrémet fogunk készíteni. Amint látjátok, már itt pirul a héjazott tökmag. Ezt kell utána ledarálnunk, én egy túlmixnak a kávédaláró részét fogom használni ehhez, és utána pedig hozzátesszük a következő összetevőket. Hát így néz ki a tökmagunk, amikor beleteszem ebbe a darálóba, és miután elkészült, így kell kinéznie. Tehát nagyon apróra össze kell darálnunk egyszerűen ebben a kávédarában. A recept 25 dekagram héj nélküli tökmagot ír. Ebből most egy picit még lecsüttünk, mert nekem 20 dekásat sikerült vásárolnom. Ez a 20 dekagram tökmag ledarálva egyébként így néz ki. Tehát egy nagyobb tál, majdnem félig van vele. A kaporból viszont egy kis csokrot ír a recept, ebből viszont akkor egy picit többet fogok beletenni, tehát két csokorra legalább. Nehezen, de sikerült hozzájutnom friss kaporhoz. Olyan rendes volt a zöldséges ismerősöm, hogy csak nekem hozott a nagybaniról. Hát ez meg is látszik, így meg kellett vásárolnom az egészet, amit magával hozott, ez 10 csomó. Ebből most 2-3-at majd a felvágás után kiderül, hogy mekkora mennyiség lesz belőle. 2-3 csomót fogok felhasználni, a recept egy csomót ír. Jó, akkor most a kaprot nagyon apró darabokra szépen késsel összedaraboljuk. Utána érdemes még egyszer átmenni majd rajta, tehát most a időrövidítése miatt nem csinálom meg így ezt kamera előtt. Oké, így fog kinézni, amitán felszeleteltem a kaprot. Még egy picit azért majd dolgozom rajta, mert vannak benne nagyobb részek. Végül is úgy döntöttem, hogy 2 darab csokor kerül bele a kaporból, a többit pedig természetesen le fogom fogyasztani, így hogyha kiolvasztjuk, akkor frissen tudjuk elővenni akkor is. A recept egy darab fokhagymát ír, tehát egy gerezd fokhagymát. Én ebből is most 3 gerezd fokhagymát fogok beletenni, mert elég pici gerezdekről beszélünk. Egyszer már megmutattam nektek, hogy hogyan kell gyorsan fokhagymát hámozni. Ennél a 3-nál most ezt nem fogom elkövetni, úgyhogy ezt kézzel fogom most meghámozni és felszeletelni. Most nem látjátok biztosan, de belekerült a fokhagyma. A recept szerint zúzott fokhagymát kellene beletenni, én viszont gyűlölöm elmosni akár a mozsarat, akár a fokhagymaprést, ezért nagyon apró darabokra vágtam késsel. Bízom benne, hogy így is jó lesz. Egyébként először készítem még ezt a receptet én is, úgyhogy most annak lehettek szemtanúi, hogy hogyan készül a prototípus ennek nálam. A receptet egyébként köszönöm szépen Kaszab Katalinnak, őtől kaptam. Rendben, ezzel is úgy jártam ez a recepttel, mint a használt utasításokkal szoktam, hogy miután összeraktam a IKEA-s bútort, mondjuk utána el szoktam olvasni, hogy hogyan kellett volna csinálni. Na, tehát megelőzésképpen mondom nektek, remélem, hogy már nem kezdtetek bele. A vízzel a tökmagot miután elkészült, föl kell úgy hikítani, hogy egy kenhető krémet kapjunk, tehát egy sűrű masszát. Tehát most ezt fogom elkövetni. Nos, szerencsére összeállt még így utólag is a massza. Most kellene beletenni ízlés szerint a borsot és a sót. Ezt még majd pótolni fogom. Illetve fél deciliter hidegen sajtot, olajat kell beletenni. Én 0-as vércsoportú vagyok, ezért a napraforgó olaj egyébként sem kívánatos a 0-asoknak. Vagy lemmagolaj lenne ugye a legjobb, de van ide haza nekem szőlőmagolaj, és azt fogok beletenni. Javaslom nektek is, hogy vagy lemmagolajat, vagy szőlőmagolajat, ha hozzá tudtok jutni, akkor ezt tegyetek bele. Addig kell, egyébként akkor mennyiséget kell beletenni, amivel egy sűrű, de kenhető krémet kapunk. Nos, a kóstolás után egy picit felülbíráltam az eredeti receptet, és még tettem hozzá egy csokor kaporlevelet és 3 gerezd fokhagymát. Úgyhogy ez lett a végeredménye. Azt javaslom, hogy ilyen pici kis kenyérdarabkákat vágjatok, ezt lehetőleg teljes kiérlésű és magvas kenyérkékből, és így néz ki, amikor meg van kenve, nagyon guszta és nagyon finom. Jó étvágyat hozzá nektek!